Mi a helyzet, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videó középpontjában pedig nem más lesz, mint a Mandalori legújabb epizódja, amit a Marshall címre kereszteltek. Vágjunk is bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Fergeteges easter egg-ek és régóta várt visszatérések fogadtak minket a második évad nyitányában. Volt itt Kyklopszerű Abyssin, Tuskenek, Krayt Sárkánygyöngy és két óriási visszatérés. Nézzük meg, mi is történt. Az első évad végén főhősünk, Mando, vagyis Din Djarin azt a feladatot kapja a klán kovácsától, hogy juttassa vissza Baby Yodát, vagyis a gyermeket a fajtársaihoz, akik lehet, hogy nem mások, mint a mítoszaikban is feltűnő ellenséges varázslók, a Jedik. Din úgy dönt, hogy más mandalorikat keres, akik segíthetnek neki ebben a feladatban, az útja pedig egy kétes megbízhatóságú mafiózóhoz vezet, Gor Koreshez. Gor Koresh az Abyssin fajba tartozik, hangját pedig John Leguizamo kölcsönzi. Tőle megtudjuk, hogy a Tatooine-on Mos Pelóban van egy Mandalori. A probléma csak az, hogy ez a város egy térképen sem található, ezért az első évadból már ismert Peli Mottohoz vezet az utunk, aki útba igazítja Mandót. Itt azonban érdemes egy pillanatra megállnunk, ugyanis az említett két óriási visszatérésből ekkor történik meg az egyik. Bizony ez itt az az R5, akit Luke-ék majdnem megvettek R2 helyett, ha nem száll el annak a motivátora. Din Djarin ezután siklomotorra pattan, amin eljut Mos Pelóba, ahol meg is találja azt, akit keres. Igen, ez itt Boba Fett páncélja. Az utóhatás trilógia közjátékaiból, ami egyébként 100%-ig kánon, megtudhattuk, hogy az eredeti trilógia retteget fejvadásza valószínűleg tényleg kimászott a Sarlacc veremből, és páncélja valamilyen úton módon Javákhoz került, a Javáktól pedig Mos Peló önjelölt marsaljához, Cobb Vanthoz. Megjegyzem, itt jelenleg némi eltérés van a páncél megszerzésének mikéntjéről a sorozat és a könyv között, de ez viszonylag egyszerűen megmagyarázható. Tehát a páncél nem lehet Cobbnál, mivel ő nem igazi Mandalori, ráadásul még a sisakját is leveszi, amit ugye az első évadból megtudtunk, hogy nem nagyon lenne szabad. Itt megint megállnék egy pillanatra, és kérlek, hallgassátok meg az elméletemet. Ne menjünk most abba bele, hogy a kánon szerint Django, illetve Boba igazi mandalórik lettek volna, viszont pár szeméről azért beszéljünk. Sabine Wren is teljes családja, Pri Vizsla, Bo-Katan, Fenrau, sorolhatnám még, ők mind levették a sisakjukat, és ettől még nem vesztették el a mandalori identitásukat. Szóval az, amit Din klánja csinál, hogy nem szabad levenni a sisakjukat, és élő személy nem láthatja őket, ez vagy csak konkrétan Din klánjára lehet jellemző, vagy pedig egy olyan ősi hagyomány, amit újra felvettek, például mondjuk az Ezer könnyű éjszakája után. Zárója bezár, és akkor nézzük tovább. Kiderül, hogy Mos Pelót egy Krayt sárkány tartja rettegésben, Cobb pedig azt az alkot köti Dinnel, hogy ha segít elintézni a sárkányt, akkor harc nélkül megkaphatja Boba páncélját. Ekkor jön a Tuskenekkel való összefogás a győzelem érdekében. Szerintem itt megint csak nagyon eltalálták a sorozat westernre hajazó hangulatát. Nekem itt a bucka lakók teljesen olyanok, mint az amerikai őslakos indiánok a régi filmekben. Ezután természetesen a sárkányt végül sikerül legyőzni, így Din megkapja a páncélt, kapunk egy utolsó utalást a legendákra, ugyanis az egyik Tusken egy Krayt sárkány gyöngyöt kapar elő a tetemből. A sorozatok türelmes nézőinek, akik nem nyomták ki a részt, amikor meglátták, hogy Din ellovagol a naplementébe fémparipáján, megadatott az az előrevetítés, hogy valószínűleg Din a következő részekben nem mással fog összeakadni, mint magával, a túlélő Boba Fettel, mert igen, ez itt Temuera Morrison, aki annak idején a klónok támadásában Django Fettet is, és az összes klónt is alakította, és ugye tudjuk, hogy Boba Fett is valójában egy Django Fett klón, de a lényeg, hogy nem csak a páncia került elő a Sarlacc veremből most már 1000%, hanem maga Boba Fett is túlélte azt a bizonyos szerencsétlen zuhanást a 6. részben, ahogy azt Lucas papa eredetileg is megálmodta. Na de, ez a videó ennyi lett volna mára, de mielőtt elmennél, még írd le kommentben, hogy neked hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!